Sziasztok! A visszajelzések alapján ez a betöltő nyílás, amit a tavalyi év végén mutattam be nektek, ez nagyon sokaknak felkeltette az érdeklődését. Sokan kérdeztétek, hogy mennyire egyszerű ezen keresztül a betöltés, mennyire praktikus, van-e vele bármi tapasztalat, illetve mi az a hordó méret, amiből még közvetlenül be lehet tölteni. Úgyhogy most meg is mutatnám. A klasszikus 30 literes műanyag hordó, az alanyunk, és jó kis cseresznye cefre, és ebből látszik, hogy teljesen egyszerűen, kényelmesen betölthető. Az utolsó cseppig, anélkül, hogy félre folyna. Na, még a maradékot bezuttyantjuk. És kész is. Az alapanyag már bent vár minket az üst alján. Mellé nem csöpögött, mint látjátok. Tehát a klasszikus 30 literes műanyag hordóból gyönyörűen egy ember kézzel be tudja egyből önteni, tehát az erjesztés eredményét egyből be tudjuk tölteni az üstbe egy ekkora nyíláson keresztül. Nincs szükség arra, hogy kanállal merjük, hogy egyéb módon lapátoljuk be a cefrét, így annak is elég kicsi az esély, hogy félre csöpögtetnénk.